Sziasztok, Sebő Küli vagyok, az Újpest Fradi minden történését kövessétek a Nemzeti Sport Online-on. Sok szeretettel köszöntjük az NSO TV nézőit, illusztris vendégei vannak a Nemzeti Sport Online televíziós stábjának. Újpest-Ferencváros a legérdekesebb, legizgalmasabb, leginkább várt magyar bajnoki mérkőzés. Két vendégünk, Lisztes Krisztián, a Ferencváros, Sebő Küli most az Újpest egykori játékosa. 49 válogatottság, 52 válogatottság, úgyhogy itt már az Újpest egy kicsit nyert. És a legfontosabb, hogy mindkét játékos, és hát jó magam is, a Szent István közgazdasági szakközépiskolában jártunk. Ez most nagyon fontos. Játszottatok egymás ellen Újpest-Fradi meccsen, hogy emlékeztek? Nem emlékszem a Willire. De hogyha pályán lett volna, szerintem akkor se biztos. Sok kellemetlenséget nem okozott nekem sem, mert nem emlékszem rá, tehát tényleg lehet, hogy ott volt, de gyengén muzsikáltott. De valamikor, mikor 95-ben játszhattunk egymással, ugye? Igen, lehetett. Akár. Ott volt egy 2-0-es Fradi győzelem az Üllői úton, azon emlékszem, hogy te akkor kerültél be az Újpestbe. Igen, igen. Pályán voltál, játszottál, vagy a padon voltál? Nem, a padon én nem ültem Újpesten soha. Te a Fradibe ültél a padon? Néha napján. Nem emlékszem már ilyenekre, hogy ültem. De mindegy, a lényeg az, hogy igazából talán kétszer játszhattunk egymással, mert ugye a Krisztián elég korán kiment 97-ből, ugye? Igen. De hát ezt nem mondja, hogy ne én mondjam már. Igen, 97-ben. Hát te kezdted bele, nem gondoltam, hogy erről fogunk beszélni. Egy nagyon érdekes szempont veletek kapcsolatban, hogy valamilyen kötődésetek van a másik klubhoz, a nagy riválishoz. Mirit a gyerekkorban játszottál Fradiba, te pedig Újpesten laksz? Igen, megjátszottam gyerekkoromban Újpest ellen. Nagyon sokat, és nagyon szép emlékeim vannak az Újpest, igen, én újpesti születésű vagyok. Meg ott jól tudjuk? Hát is. Káposztásmegyeren, Békésmegyeren sem. De akkor, hogy nem Újpesten akartál, nem lett volna közelebb? Amikor én a Fradihoz kerültem, akkor Békésmegyeren laktunk a harmadik kerületbe, tehát akkor nem újpesti lakos voltam, de gyerekkorom óta fradista szurkoló vagyok, mert a szomszédban volt egy bácsika, egy hegedűművész, és nagy fradista volt, és ő először a Szobán Samutére egy volán Fradi meccsre vitt ki minket a tesommal, és innen kezdődött a Fradi szerelem. És milyen újpesti lakosként Ferencvárosi játékosnak lenni? Nagyon jó, mert egy az, hogy mindenki tudja, hogy fradista vagyok. Ez a legnagyobb dolog, nekem nagyon nagy megtiszteltetés egyébként, hogy ezt mindenki el is fogadja, senki nem akarta, hogy én újpesti szurkoló legyek, soha nem próbáltak eltéríteni a, úgymond a fradizmusomtól, és mindenki tényleg nagyon tisztességesen, becsülettel ezt elfogadta, mint ahogy én is tiszteletben tartom természetesen Újpesten, hogy ki hova tartozik, de elég sok fradista van az Újpesten. Mindig, te Fradiban játszottál. Miért nem Fradi játékos lettél? Hát még gyakult az életem. Képességek. Igen, problémák voltak. Hát igen, végül is én Serdülőt végignyomtam a Fradiba, tehát Serdülő 6-tól, Serdülő egyik, az a 6 év, ami a Fradiba töltöttem, de hát nem voltam olyan tehetséges, mint a Krisztián, és ezért nem hát az nagy ugrás egyébként a Serdülőbe az ifibe, tehát igaz, a tehetségesek azért onnan kerülnek föl. Voltak olyan csapattársaid a Serdülőbe, akiből Fradi játékos lett? A Szekeres Tomi volt csapattársam, ő az én korosztályom, meg a Bukcsó Norbi, tehát ő is játszott a Fradiban, nem játszott pár meccset. A Lali fiatalnál, az is Lali? Lajos egyel fiatalabb, igen. Krutka Jani is egyel fölöttem volt, úgyhogy... Alattam, igen. Vagy alattam volt, bocsánat, igen. Úgyhogy hát így alakult az élet, én eltávolodtam Fraditól, amit nem bánok így utólag végül is, hát így alakult az élet, és végül is szerintem aztán Újpestre kerültem, ahol válogatott játékos lettem, és onnantól kezdve az újpesti dobogott a szívem.